Képzeljétek, a napokban felfedeztem a Hitman freelancer módját. Mivel nagyon szeretem a szériát, így gondoltam, itt a remek alkalom, hogy makulátlan öltönyömmel és roppanós fehér ingemmel ismételten elkápráztassam leendő célpontjaimat. Előjáróban lecsekkoltam azért néhány elérhető anyagot, hogy miről is van szó. Amit láttam, az jónak tűnt, ráadásul elég sokan dicsérték is a cuccot, így aztán bátran nekiültem és kipróbáltam. És nem tetszett ami lássuk be döbbenet, hiszen 47-es ügynök kalandja igencsak közel áll a szívemhez. Így aztán teljesen logikus is lehetne, hogy elégedett legyek ezzel az új játékmóddal. De ez még sincs így, és nem sokára el is mondom, hogy mi a konkrét problémám. Mielőtt belekezdenék viszont az okogásba, előtte a szükséges keretezést azért ejtsük meg, hogy képben legyetek. A Hitman Freelancer lényegében nem más, mint az új trilógiához kiadott játékmód, ahol megbízásokon keresztül visszalátogathatunk az ismert pályákra, és ott új feladatokat teljesíthetünk. A játékmenetet azonban újra gondolták, és rákötötték egy nagy, kövér Blood Money infúzióra. Ebben a videóban egyébként az alapjátékra nem is térek ki, csak és kizárólag az új játékmódot veszem elő, és illetem azt kritikával. Na de, nézzük is meg, hogy miről van szó egyáltalán. Adva a 47-es ügynöknek egy hideout, ahonnan majd indíthatjuk a megbízásainkat. Az asztalon heverő dossziékból választva egyet megadhatjuk, hogy milyen jellegű feladatokat szeretnénk végrehajtani. Minden mappa eltérő küldetés sorozatot rejt, különféle objektívákkal. Ami mindegyikben közös, hogy legalább egy embert biztosan el kell majd tennünk lábalól, viszont kapunk még egyéb mellékes opciókat is. Például, hogy hogyan öljük meg a delikvenst, vagy hogy esetleg másokkal is bánjunk el, ha már úgy arra járunk. Minden egyes teljesített opcionális feladat extra pénzt hoz majd a konyhára, amiből aztán felszerelést vásárolhatunk magunknak. És eddig ez jól hangzik, ugye? Mert hát szerintem is. A normál megbízásokon túl lesznek úgynevezett showdownok -ok is, aminek a teljesítése bizony kulcsfontosságú lesz kampányunk szempontjából. Itt nem kapunk konkrét célszemét, csak egy leírást, hogy mik a különös ismertetőjegyei annak, akit likvidálnunk kell, és mik a szokásai. Azért szerencsére lesznek gyanúsítottak, szóval nem kell a pályán lévő összes embert órákig stírölni, de azért még így sem lesz egyszerű kideríteni, hogy kiért is jöttünk el pontosan. Az egész játékra amúgy is igaz, hogy nagyon észnél kell lenni, mert ha egyszer is elbukunk, akkor nem csak a felszerelésünktől kell könnyes búcsút vennünk, de az addig összegyűjtött pénzünk felétől is. Ha viszont egy showdown esetében bukunk el, Na hát akkor pedig az egész kampányt kezdhetjük a nulláról. Mert hogy a freelancerben, ha egy pályán meghalunk, akkor minden nálunk lévő holmi ugrik is, hála a roguelike mechanikának. Ha viszont sikerre járunk, akkor amit ki tudunk hozni, és rendelkezik ritkaságot jelző mutatóval, azt megtarthatjuk és feltehetjük a fegyverfalunkra. Tehát mondjuk a komoly gyakoriságú puskát hazavihetjük, de a pályán található konyhakést, vagy kókuszdiót, banánt és egyéb rögtönződő gyilkulóeszközt azt már nem. A lényeg, hogy ami megmarad, azt lehetőség lesz később felhasználni egy másik bevetésünkön, ha szeretnénk. És amikor ezt így elsőre meghallottam, nekem igencsak megdobant a szívem, mert az eredeti masteris is megoldásrendszerrel hát sosem voltam igazán kibékülve, és talán majd egyszer el is mesélem, hogy miért nem. Na de ez az új felállás, na hát ez igazán kedvemre valónak tűnt, hiszen, mint említettem, a Blood Money-ban volt hasonló megoldás, mármint ami ezt a pénzes fegyvervásárolgatást illeti. Egy bérgyilkosos játékban szerintem teljesen logikus, hogy pénzt kapjunk a megbízásokért, és abból vegyük a saját felszerelésünket. Így aztán az elmélet szerint nekem most tényleg imádnom kéne a freelancert, ráadásul úgy, hogy ezzel az elveszítem a cuccaimat, ha béna vagyok megoldással is, tökre azt érzem, hogy az én kedvemben akartak járni a fejlesztők, mert ex egyáltalán nem riadok meg egy kis hardcore mechanikától. Na de akkor nézzük meg, hogy mégis mi ment félre, és én miért is nem tudok semmit sem kezdeni az új játékmóddal. Gyorsan és nyersen csak annyit mondanék, hogy a legnagyobb gondom a játékkal, hogy a használt mechanikák nem működnek jól, mert nem lettek rendesen kitesztelve. Mert ha kipróbálták volna az aktuális játékmenetet, akiknek ez lett volna a dolga, hát akkor biztosan ugyanúgy vakarták volna fejüket, mint én most. Nekem például elég nevetségesnek hat, hogy a hideoutunkban nem lehet fegyvereket vásárolni. Én kis naív már arról ábrándoztam, hogy majd a laptopunkról a dark keresztül feketén rendelgetjük magunknak a vadabbnál vadabb holmikat, de a fejlesztők bizony jól kinevettek, amiért ilyen kis csacsi vagyok, ehelyett ők jobbnak gondolták, ha bemegyünk a pályákra, és random helyeken áldogáló emberektől vesszük a cuccokat. doban mondjuk a kertésztől, Heaven Islanden meg a bikinis lánytól. Mondjuk utóbbi esetében azért megnéztem volna, hogy honnan is rántja elő a mesterlövész puskát, csak sajnos nem volt rá keret. És ez mondjuk a kisebb gond, az igazi baj ott van, hogy a választható készlet az teljesen véletlenszerű, és ami még fontosabb, mocskosul drága. Főleg ugye annak fényében, hogy a pénzünk felét azonnal bukjuk, ha mondjuk meghalunk. Illetve hiába vettünk meg valamit, ugye az is megy majd a levesbe. Az árusoknál található random készlet pedig azért hatalmas gond, mert a mellék küldetéseket véletlenszerűen kapjuk. Jó pofa, amikor az lenne a feladat, hogy hangtompítós pisztollyal ölje meg a célpontot, de hát én már négy pálya óta még szórólapon se láttam olyat. Ezen persze az se segít, hogy lesznek ládák a pályákon, és küldetések után is szintén véletlenszerűen szerválhatunk cuccokat magunknak, és én picit soknak érzem a random témát egy olyan játékban, aminek alapvető célja valahol a tervezés lenne. És akkor itt én már is ráfordulnék a következő bibire, mégpedig arra a balansz problémára, ami nem más, mint a pénz szerzésének módja és mennyisége. A fejlesztők úgy látták jónak, hogy a legkevesebb lóvét azután kapjuk, ha csak simán teljesítjük a fő feladatunkat, vagyis a célszemély likvidálását. Hát ez már önmagában is furcsa, de amúgy értem, hogy mit szerettek volna. Hogy ne csak úgy bemenjünk, arcon lőjük a szerencsétlent, és aztán angolosan távozzunk. Persze, szuper lett volna, ha amúgy meg lehet csinálni azokat a bizonyos melléküldetéseket, Hogy értsétek, a fő feladat teljesítése után 395 pénz üti a markunkat, de ha egy ritka közelharci fegyverrel intézkedünk, akkor az 1500 plusz. Na, ez majdnem négyszeres különbség, és ez csak egy mellékfeladat. De tudjátok mit? Rendben van, elfogadom, hogy így tervezték meg a dolgot, csak akkor valaki azt mesélje már el nekem, Please, hogy hogyan tudom megcsinálni ezeket a feladatokat úgy, hogy nincs meg a megfelelő felszerelésem hozzá. Hm? Hogyan öljek meg valakit egy hangtompítós fegyverrel, ha a harmadik pályán járok, és még csak nem is láttam egyet sem? Még az árusoknál se, persze az más kérés, hogy ha láttam volna, akkor se tudtam volna megvenni, mert hogy nem volt rá pénzem. És miért nem volt pénzem? Hát azért, mert nem tudtam megcsinálni a másodlagos feladatokat, mert nem volt rá felszerelésem. Azért valahol titkon remélem, hogy a fejlesztők nem teljesen gondolták komolyan, hogy normális olyan mellékfeladatokat osztogatni a játékosoknak, melyek amúgy nem teljesíthetőek, mert a játék nem teszi azt lehetővé. Az árakról egyébként csak említést tennék, bár sejthetitek, hogy teljes a balanszmentesség itt is. Egy érme, amit egyszer eldobunk terelés gyanánt, az 5000-be kerül. Az MP5 meg 3005. Ügyes nagyon, de az is igaz, hogy mivel utóbbi nem hangtompított, így lényegében semmire sem megyünk vele, ha csak nem célunk a pálya összes fegyveresével megküzdeni. Bár néha az is egy jó megközelítés lehet. Lesznek még egyébként hírnökök és szépek is, melyekből még plusz pénzt szerezhetünk, de hát az aránytalan árazáson ettől ez még nem változtat semmit. És hogy a mókás dolgok még ne érjenek véget, sokszor egy célpontra ellentétes feladatokat is kapunk, így aztán valami csoda folytán pont nálunk lennének a szükséges holmik, még akkor sem tudnánk abszolválni az összes melléktaszkot. Mondjuk itt lehet egy olyan kibúvó a fejlesztőknek, hogy ez szándékos, hogy legyen miből választani, és nem is cél, hogy mindent megcsináljunk, de hát az eddigi tapasztalataim alapján valahogy nem tudom elhinni, hogy emögött bármi komolyabb tervezés is lenne. Szóval úgy tűnik nekem, hogy csak azt nem lehet csinálni a Hitman freelancerben, amire az egész mód úgy alapvetően ki lett találva, és ez valahol azért geniális. Mint ahogy az is, hogy amikor a célpontom elmenekült mondjuk a showdown alatt, ergo buktam a teljes kampányt, viszont ettől függetlenül én elhagytam a pályát a saját lábamon, hát akkor is ugyanúgy eltűntek a nálam lévő cuccok, mintha meghaltam volna. Szerintem ez teljesen logikus, mert gondolom 47-es ügynök szégyenében az első kukába bedobta az összes nála lévő holmit. A kérdés csak az, hogy akkor minek várta el tőlem a játék, hogy elmenjek a kiáratig, ha amúgy is pucér leszek a végén. Arról nem is beszélve, hogy még egy fincsi kis bug is bent maradt, ami tovább szivatja az egyszeri játékost. Ha ugyanis lebankolunk egy fegyvert a hideoutban, tehát föltesszük a falunkra, majd bemegyünk egy pályára, és ott felvesszük ugyanazt a csúzlit, de mondjuk meghalunk, akkor bukjuk a küldetést, és a hideoutunkból is eltűnik a fegyver. Na ez az igazi cseresznye a habon. És ez azért történhet meg, mert a játék csak azt nézi, hogy mi volt nálunk, amikor meghaltunk, és az alapján megy is a cucc törlés a tárolóból. De azt persze nem ellenőrzi, hogy amúgy az nem az a fegyver volt, csak egy hasonló típus, amit most vettünk fel a pályán. Édes Istenem! Megmondom őszintén, kicsit értetlenül állok a könnyes tekintetek előtt, mely szerint ez a játékmód fergetegesen jóra sikeredett. Tudom, én nem értek a játékfejlesztéshez, de az nem lett volna mondjuk egy értelmesebb megoldás, ha mondjuk az addig összeszedett pénzünket azt megtarthatnánk még a halálunk után is? Hiszen a bankszámlánkon van, és nem a zsebünkben és a tárgyakat meg nem a pályán lévő takarító bácsitól kellene megvenni mondjuk úgy random kínálatból, hanem esetleg a hideoutban lehetne rendelni valamiféle kultúrált formában. Vagy ez így nagyon életidegen lenne egy vehetes ügynöktől? Az meg, hogy mit vehetnénk, az mondjuk nem csak pénzfüggvénye lenne, hanem esetleg a masteri szintünk szerint állokkolódnának a cuccok, így annak is több értelme lenne, mint jelenleg van. Csak mert ha mondjuk így lenne, akkor legalább nem azt érezném, hogy folyamatosan egy szerencsekereket forgatok a játék alatt, ami a felszerelésem beszerzését illeti. Egyébként a hideoutunk fejleszthető lesz, ami nagyjából annyiból áll, hogy ahogy masteri szintet lépünk, úgy kapunk plusz egy szobát, amit berendezhetünk. És ennyi. Na de mindegy. Bevallom egyébként, hogy én szomorú vagyok, hogy ennyire nem sikerült megugrani egy amúgy nem túl magas lécet a jobb játszhatóság tekintetében. Nyilván az dicséretes, hogy ennyi után is kiadtak egy ingyenes játékmódot kedvenc bérgyilkosom kalandjaihoz, de hát ez most tipikusan az az eset, hogy ezt így megcsinálni pont annyi erőfeszítésbe került, mintha észszerűbben és logikusabban tették volna tök ugyanezt. Előtyögni nyilván el lehet vele, de nagyon nehéz komolyan venni ezt a próbálkozást. Nekem nagyon rossz látni ezt a lepattanót, amikor ráadásul még egy vonalvezető is van a fejlesztők előtt a Bloodmoney képében, de talán majd egyszer, valamikor máskor. Persze az is lehet, hogy csak én nem értettem meg valamit, és egyébként minden bajomra van tökéletes megoldás a játékban, ez esetben viszont majd kérném a segítségeteket, hogy én is tudjak egy jót játszani a Hitman Freelancerrel, mert annak bizony nagyon-nagyon örülnék. A legközelebbi viszontalálkozásig mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!